Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, és már megint jött egy nagy csomag méghozzá. Látjátok, amiről fog szólni, OnePlus, méghozzá az új OnePlus 8T, de nem csak a 8T-ről fog ma beszélni, hanem pont ma mutattak be még kettő Nord készléket, amik már 200 eurónál kezdődnek, 5G-s, meg nem 5G-s, úgyhogy a kicsomagolás közben arról is fog beszélni, mert nagyon jól néznek ki, nagyon érdekesek, és csak 70 ezer forintért így már ki is vehettek végre Oxygen OS-es készléket, és ez elég durva, de nézzük meg először, hogy hol van most a prémium kategória, mert eléggé komplikált most már a OnePlus-nak a line-upja, nem csak egy készlék van, hanem ebben az évben most már 5 különbözőt is tudunk venni, és ez egy kicsit sok. Most már láthatok az abba a dobozt, így néz ki a Media Kit, amit általában most itt megint a németektől kaptam, Ultra Stop Set Nothing, szépen érzem is, hogy rá van itt nyomtatva, de kicsúsztatom belőle ezt a nagy piros másik dobozt, mert alapvetően a más oldalon is ugyanez van itt végírva, körbe felül alul, jól néz ki, és már is persze, tada, itt van az egész, és nincs ráírva semmi, tehát nem is tudom, hogy milyen színű lesz, milyen méretű itt az új OnePlus 8T, de hogyha így kinyitom, klik-klik, akkor látom már is, hogy hello-t mond nekem a doboz. És amúgy annyira szeretem az ilyen dobozokat, mert olyan jó minőségű. Tehát az lenne a legjobb, hogyha tényleg ilyen minőségben árulnák is a boltokban, vagyis online, csak akkor persze háromszor nagy lenne a doboz, és akkor Kínából sokkal több lenne a shipping, mert a készlék is drágább lenne. A Hello-ban belül van itt majd egy kis, azt hiszem, igen, olvasnivaló, Reviewer's Guide. Ez azért fontos, mert elmondja nekünk, hogy mi az új a telefonban, mit kell róla tudni, hogyha nem figyeltünk a prezentáción, és még fóliában is van, és szépen be van kötve, hát több részben be van kötve. Ezt mindjárt ki is nyitom, hogy kicsit olvasunk róla. Hogyha nem voltatok itt a live-nál, ahol elmondták, hogy mi minden újat tud. Alapvetően a 8T, mint mindig a T sorozata van plusznál, ez mindig az évvégi készlék. Ez egy revision, tehát csak egy kicsi frissítés a régi telefonon. Néha-néha egy-kettő új dolgot bele is raknak, de alapvetően itt az a lényeg, hogy megtartsák az árat az első készléknek. Mi megjelenik az évben, mindig március környékén, a Mobile World Congress környékén, és itt látjuk, hogy jó kis olvasnivaló, itt láthatjuk, hogy belül is hogy néz ki egy ilyen készlék, sok duma van benne, de alapvetően engem mindig a technikai dolgok érdekelnek, a Warp Charge 65, az azt hiszem, hogyha jól emlékszem, új benne, és ez az első készlék, ami nem Pixel telefon, ami tud Android 11-et, és ezért hívják persze Oxygen OS 11-nek is. Persze most nem fogom itt végigolvasni nektek, tudjátok, mint jelent az 120 Hz-es kijelző, nem hogy gyorsabb, nem lekerekített a képernyő ennél például, nekem az tetszik, mert ez kényelmesebb nekem használni. A gyors töltő az nagyon jó, mert látjátok, hogy a 4500 mAh-es aksi 39 perc alatt teljesen feltölt, ami eléggé durva. És nem tudja, 0%-on van, és persze még 12 GB van benne, ez egy 5G-s telefon, és 256 GB tárhely, de van persze 128-as is, és 8 GB-s változat, hogyha jól tudom, és ebben is a 865-ös van, de, tehát itt nem újult semmi, mert ez a legjobb egyenlőre készlik benne. Új cooling system van benne, és főleg igazából ennél a készléknél a töltés lett új, a kamera az alapvetően hasonló maradt, sajnos nincs itt a sima 8-asom, hogy bemutassam nektek, azt vissza kell adnom. És a 8 Pro amúgy a line-upban benne is marad. Tehát a 8-as már nem lehet kapható, de itt van a méret amúgy a telefonnak. A 8 Pro az azért marad, mert van például kábel nélküli töltés, ami ebben nincs. Még egy-kettő másik kicsi jobb dolog, meg annak van gyönyörű színe. De ami itt a lényeg, hogy olyan új szoftver van itt az Oxygen OS 11-e rajta, amit nem csak még nem láttam, még nem próbáltam ki, már láttam róla a képeket, annyira durván jól megdizájnolták, csak egy kézzel jól lehessen használni, majd mindjárt bemutatom nektek, hogyha folytatjuk. Ja, most már van a bit mode, itt, amit éppen meséltem, egy kézzel jól lehet használni, mert minden csak a képernyőnek az alsó felén történik, és hogyha persze fentebb toljuk, akkor ezek fentebb mennek, de hát hogyha nem érdekel minket, akkor fentebb toljuk amúgy is, és a felső fele általában mindig szabad marad majd a kijelzőnek, vagyis nem a fele, kicsivel több, mint a felét tudjuk már alul használni. Ez a Bitmoji dolog, meg egyszerűen csak együtt dolgoznak a Snapchat-tel, hogy tudjatok a karaktereket a Always On Display-en is mutatni.
Multitasking persze könnyes, van benne még mindig Zen mód, és akkor itt látjuk a technika adatokat. Fura, hogy soha nem mondják meg, hogy milyen gorilla üveg. A zöldet csak akkor kapjuk meg, hogyha a drágább verziót veszük, hogyha jól emlékszik, és itt látjátok, hogy van 8 GB 128-as is benne. A képernyőben van benne az üzenetolvasó, USB-C és gyors készlik, az egész persze van Face Unlockunk is, és mindenféle hálózatban működik az 5G, de nincs benne Millimeter Wave, mert minek lenne, és akkor itt részletesen le is van írva, hogy milyen kamera, ez mindig szép, hogy itt leírják, mert tudjuk, hogy melyik szenzor, kitől meg hogy. És látjátok, hogy milyen felvételeket tudunk csinálni. 4K60 végre megint benne van, hátul, de az első kamera az, még mind, az megint csak Full HD 30-at tud, ami fura, mert a Nord, ez például tud elől is 4K-t, ami amúgy nem nézett úgy ki, tehát az csak valami fentebb volt számítva, csak itt van magyarul, és nem csak magyarul, Magyarországon is persze kapható, tehát a OnePlus oldalon rendeljétek meg, kaptok egy pár százalékkal, vagy olcsóban kapjátok a készléket, itt van a 8-as, vagy tudtok venni tokokat olcsóban, mert extrákra kaptok majd azt hiszem 10 vagy 20 euró offot, tehát tudtok venni egy ilyen szép átlátszós Cyborg tokot, ezt mindjárt ki is nyitom. Ez nagyon menő néz ki. Mondjuk ez inkább srácoknak van, lányoknak nem tudom, hogy mennyire tetszik, majd egy ilyen, ez ilyen átlátszós ráadás, vagy? Ja, nem átlátszó, jó, azt hittem már. De úgy tűnik, mint hogy átlátszó lenne, nagyon tetszik. Jól néz ki. Azt hiszem egy 20 euró, egy 5-6 ezer forint egy ilyen tok, ez meg csak egy ilyen sima zöld tok, ezt most így benne hagyom, ez annyira nem fontos. És emeljük ki a telcsit. Na hát ezt kapjátok ti, hogyha megveszitek ti az online boltban, hosszúkás, itt kell a fóliát lehúzni. Ezt a dobozt innen el is rakom, ezen kívül nincs benne semmi, tehát elég nagy dobozt adtak meg nekünk, most nem raktam bele új füles, pedig vannak új fülesek is, badzok is hozzá, de egyenlőre majd azokat instán látjátok pár képen összehasonlítva, és az csak 50 euró az új füles, ami gumifejű is van, azt hiszem 100 euró, ami nem gumifejű, kicsit profibb, tehát fordítva, mint az Apple-nél, fóliákat arrébb rakjuk, és nyissuk ki, ja meg sem néztem, hogy milyen színű. Luna Silver kapok, 128x8-at, tehát nem a high-end készléket küldték nekem, most is szeptember végén gyártották csak le, és kezdték is el árulni, tehát a OnePlus elég durván gyorsan tudja gyártani a dolgokat, és majd milyen mesélek az új Nordról, mert az is eléggé faszak kis dolog lett. És kicsit sötétebb lett a kép, az egyik lámpám valamelyet lemerült, na mindegy, puskot használtam, OnePlus. Kicsit amúgy ragasztó illata van, ami fura, ugye még nem volt. Invitation Letter Quick Start Guide sar, tehát a OnePlus büszke arra, hogy eléggé keveset sugároz, és megint mennyi matrica, ezeket rárakom majd a removámra, tetszik. Safety information nem érdekel. A Invitation Letter-t talán elolvassuk, mert itt van még hozzá a SIM kártya segítség is, azt se kezdjük ki kell nyitni. Keith Lau, ő amúgy most lett el a céget, 24 éves kora óta 6 évet csinálja ezt az egészet, és ide van írva, hogy can I do it better, this is good enough, tehát arról van szó, hogy mindig próbálja a legjobb készléket kihozni, vagyis összehozni egy normális áron. Az elején szerintem inkább volt úgy, a Nordnál is talán megint sikerült, de de tetszik ez a szín, dual sim, azt hiszem. De ne rakjuk bele fordítva. És itt látjátok, hogy itt van az NFC rész, van 4 kameránk, 2 lámpánk, és van egy fólia a képernyőn, bekapcsolom addig, amíg itt dumálok. És nagyon jól néz ki, utálom, hogyha rajta vannak ezek a matricák, hogy ezt mindig leveszem egyből. Így mi? Ti mit szóltok hozzá? Ez a Luna Silver. Kiáll a kamera. Van itt mind mindig a nem hangerőszabályozó, hanem hogy mute, silent vagy csörögjön. Nagyon szép a kijelző. Start. Agree. Most nem csatlakozunk semmire. Offline használjuk. Oldalt hangerőszabályozó, fent nincs semmi. Egy-kettő antennacsík, amúgy egy kicsit opós, alulról még itt a SIM kártya, USB-C és hangszóró. Ez nem hivatalosan vízhatlan, de
Csak a Pro az, ha jól tudom. Folytassuk. Szóval mindjárt csinálom egy kameratesztet, és akkor mesélek nektek az új Noadokról, ami persze nem itt a dobozban van, hanem majd megtudjátok, hogy mit kell róla tudni, azon kívül, hogy olcsó, de jó. Legyen 4x a nulla, úgyis visszaadom egy hét múlva, és új lenyomatot persze belerakjuk, megnézzük, hogy milyen jó. Puff, puff, puff. Próbálom mindig forgatni az ujjam, hogy minden, nem csak minden oldalt elkapja, hanem nem mindig ugyanúgy rakom rá persze az ujjamat, kicsit csak az elejét, oldalát is persze kell, és akkor tök gyorsan majd felold. Mindjárt ki is próbáljuk. Én szeretem a robotot, gesztusokat használok, tudom, hogy működnek a gesztusok. Azt akarja, hogy próbáljam ki, hogy megtanuljam, meg fel, meg a fentre tartás, ezt tudjuk. Kész. Kész. És... imádom a 120 Hz-et. Ezt most 60-nal veszem fel, de annyira gyors minden. És ahhoz képest nem egy drága telefon. Kapcsoljuk ki, nézzük meg az ujjamat, mennyire jól működik. Jó, elsőre most nem annyira. Double tap. Most nem ébred fel rá. Ilyen gyors telefont. Hát tudom, melyik lesz még a fő telefonom, annyira jó átállni rá. Amúgy még egyszer összem a Nordot, mondjuk az még topban van. A Nord az így néz ki. Kicsit megtörlöm. Kb. Hasonló méretű. De persze ebben csak egy 90 Hz-es kijelző van, és ez egyszerűen, már most tetszik, milyen szép ez a telefon, is jó. Kamerája is gyors. Rá tudok zoomolni a gumimacira. Az egész asztalt itt látjátok most videóban. Itt is végre gyors, majdnem iPhone feelingem van. És hogyha első kamerát nézzük, most sok fény van minden oldalról, tehát alapvetően oké. Okay. De majd pontosabban csinálok, még mutatok képeket, és majd bemutatom még, ahogy mondom, még az új Nordokat is mindjárt egy kis szöveggel, de egyelőre tokban is nagyon jól néz ki ez a Nord. Vagyis a dobozban még vannak dolgok, azért unboxing. Tehát kapunk alapvetően egy átlátszó tokot, ez tök jó hozzá. Aztán kapunk egy USB-C kábelt. És egy gyors töltőt, warp charge, futsz. Ezzel az iPhone-t is tudjuk tölteni, mert USB-C és az iPhone-nál is USB-C és kábelt kapunk hozzá. Hogyha lenne valakinek charge olyanja, és 65 wattira van írva, az iPhone-nál 20-ast árulnak hozzá, tehát itt, mint mindig, a OnePlus egy lépés előrébb, never settle. Na és ahogy többször említettem, beszéljünk a Nord telefonokról, mert most mutatták be az N10 5G-t, ami egy 6,49 inches kijelzővel rendelkezik, 90 Hz-es, tehát az a fő lényege, hogy egy 350 eurós telefonnál kaptok egy 90 Hz-es kijelzőt, ami ebben a 400 eurósban is benne van, csak ebben nincs 5G, ebben a OnePlus Nordban, és van benne egy új Snapdragon processzor, azt 690-nek hívják, nem tudjuk még, hogy milyen gyors, ez egy új proci, de 6 GB RAM-mal, 128 GB belső tárhelyet, nagyon jó kis készléket kapunk egy jó áron, egy 120 ezer forint környékén, ami már tud 5G-t, ami sok országban már fontos, ahol kicsit jobban van kiépítve, mint itt talán még Európában, de képzeljétek, bővíthető a tárhely. OnePlus soha nem rakott bele bővíthető tárhelyet ezekbe a készlékekbe, itt belerakott most a új Nord 10 meg a 100-ba is. Tehát a 10 5G-ben van hátul 4 kamera, abból van még mindig egy rendes, egy széles látószög, egy zoom, meg egy makró. Itt azt hiszem, most le kell olvastam röviden, 64 a rendes kamera, aztán van egy 8 megapixeles széles látószögünk, és van egy 2 megapixeles makrónk, és a negyedik meg szerintem csak valami a szenzor alapvetően, plusz egy 4300 mAh-es aksi, amit 30 watt-tal tudunk tölteni, tehát még mindig ezt gyorsabban, mint egy iPhone-t egy jó 50%-kal. Az elég durva. Lényeg a lényeg, hogy ez a drágábbik telefon 5G-vel, de szerintem nekünk az érdekes az a sima N100-as, amúgy nem tudom, miért ilyen fura számnám nevet adtak neki, mert ez jó volt, hogy OnePlus Nord, aztán most miért hívják Nord N100-nak, meg N10-nek, ennek mi a neve? El is olvasom. Ennek, SQ AC2300-nak hívták pontosan, na mindegy, tehát van az új N100-as, az egy kicsivel nagyobb, 6,52 inches, de kisebb felbontása van, nem egy 2400x Full HD, tehát 1080,
hanem csak egy 720p-s 1600x720 felbontás, ami nem baj, az is még elég jó, kicsit már lehet, hogy majd látjuk a pixeleket, a Full HD azért egy minimum egy ilyen nagy képernyőnél, de ami kár, hogy csak 60 Hz-es. Tehát 200 euróért 70.000 forintért nem várhatunk sokkal többet, már így is elég jó árban van ez a telefon, mert mindegyiken az OxygenOS 10.5 lesz rajta, mint ahogy az mindegyik telefonon rajta van, csak a 8T-n van eddig a 11-es, de majd gondolom mindegyikre megjelenik a 11-es. Ebben csak 60 giga belső tárhely van, ahogy mondtam, bővíthető, plusz 4 giga RAM, és itt is USB-C persze 4300 mAh-rel, kicsit kevesebb, de itt is csak 18 wattal tudjuk tölteni, az egy iPhone szinten van, vagy egy iPad szinten van, az eléggé gyors. Most azt olvasom el, hogy elfelejtettem valamit. Ja igen, hány megapixelesek a kamerák, hátul van 3, megint lyuk rajta, abból csak 2 kamera, egyszer a sima 13 megapixeles kamera, plusz egy 2 megapixeles makrokamera. Széles látószögöt nem raktak bele, nem tudom, hogy miért. Amúgy rosszul mondtam, 5000 mAh, nem 4300, tehát jó nagy aksit kapunk egy relatíve normál méretű képernyőhöz. Manapság ezt kell mondanom, mert az új iPhone 12 Pro Max majd 6,8 inch lesz, ez meg csak 6,5. De hát mindig az a lényeg, hogy mennyi a káva körülötte, ennek van alul egy kis káva, itt látjátok egyfolytában a képet mellettem. Ezeket már most tudjátok a német Amazonon, vagy európai Amazonon rendelni, a OnePlus weboldalán, vagy persze ott, ahol megtaláljátok, lehet, hogy importálja Magyarországon is egy pár cég, csak azok akarnak is egy kicsit keresni. De folytassuk megint vissza a 8T-vel. Na és akkor már ennyi is volt az új OnePlus 8T-vel, remélem tetszett a rövid kicsomagoló videó. Gyönyörű a színe szerintem az ezüstnek, kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok még az olcsóbb változathoz, és azt is persze intézem minél hamarabb, szerintem 2 héten belül már nálam is lesz az N10, meg talán az N100-os csinálok egy pár felvételt, annak alapvetően egy több kamerája van, meg 5G-je, és azért egy kicsit drágább, de majd ehhez majd minden részletesen a videóban, ahol ezeket bemutatom, és folytatom persze az iPad-del, iPhone-nal, más termékekkel, mert van egy csomó, egy rakat Techtoberben, úgyhogy sziasztok, legközelebbig és hamarosan lesz megint egy live is, úgyhogy azt se felejtsetek el majd megnézni itt a Tech videón. Sziasztok!